Az úgynevezett nem kötelező jellegű rávezető hét után már hivatalosan is elkezdődött a felkészülés a kékcápák számára. Horváth Ákos mellett Meri Mekmedovics is ott van az edzéseken, amelyeken néhányan még könnyített munkát végeznek. Pénteken már pályára is lép a Nyíregyháza, az NB egy átcsoportos Szolnok otthonában láthatja először meccs körülmények között csapatát a vezetőedző. Az első héten adott kereteket, minél jobban lássuk viszont, de ezek a keretek nyilván még nagyon tágak, tehát úgy készülünk egy első edzőmeccsre, főleg egy frissen épülő csapattal, hogy ha kigurul a labda az alapvonalon, akkor legyen egy alapvonali bedobás, hogy ne egymásra nézzenek a fiúk. Ha az ellenfél egy középső labdás 2-2-t játszik, akkor legyen legalább egyfajta védekezésünk, amit nem egymásra néznek a fiúk, hanem én is viszont tudok kérni valamit, ami egy alaprotáció, egy alap egyszerűsített védekezés még, de a későbbiek fogjuk használni, és gerince lehet majd az évközbeni játékunknak. Ugyanígy a felállt játékok, ugyanígy az átmeneti, de sokkal inkább, ha már az átmeneti játékot mondom, az edzőmérkőzés mindenképp azt szeretném, hogy mivel amúgy is egy olyan típusú csapat leszünk, legyen futós mindkét irányba, mindig érjünk vissza, mindig zárjunk vissza, illetve támadásban minél több gyorsindítással operáljunk. Az új játékosok egyike a Honvédtól érkező Völgyi Marcell, a 25 éves, 201 cm magas, 4-es, 5-ös poszton bevethető kosaras elárulta, hogy mi motiválta a csapatváltásban. Horváth Ákos személye, ő volt, aki megkeresett engem. Ugye nekem még anno első osztályban a Vasasnál közösen pattogtattunk. Ő nekem akkor ott egy ilyen mentor szereplő volt, felvázolta itt a terveket, elmondta, hogy kikkel, hogyan fog felépülni a csapat, és tetszett így a közeg is, az ő személye is, Merimé is, úgyhogy igazából nem volt kérdés. Az NB 1B piros csoportban egy légiós szerepelhet egy csapatban. Nyíregyházán nem akarják elsietni a külföldi kosaras szerződtetését. Ez egy nem kötelező dolog, tehát van most egy komplett csapatunk, gyakorlatilag szerkezetben teljesen összeállt. Nem mondom, hogy az egész előtt, amikor építgettük a csapatot, nem volt még a kívánságlistán más típusú, de még magyar játékos. Úgyhogy ha az bebizonyosodik, hogy valahol, valamilyen pozícióban egy picit lyukasak vagyunk, akkor oda lehet, hogy fogunk igazolni, illetve ha árérték arányban egy annyira jó képesség és jó morálú játékos, még különösen fontos, hogy ha már ilyen jól összeállt ez a csapatmorál, ezen ne roncson mondjuk egy külföldi játékos azért, mert ő jó képességű. Vannak itt jó képességű srácok, mind bizonyítani akarnak, úgyhogy első körben azt szeretném, hogy minél nagyobb teret kapjon ez a bizonyítási vágy, és ha úgy érezzük szükségét, akkor maximum belenyúlunk, de nem ez az elsődleges cél. Közben elkészült a bajnoki sorsolás, amelyből kiderül, hogy a kék cápák két idegenbeli mérkőzéssel Budafokon, majd Jászberényben kezdik az idényt.